Különböző nevezői törteket összeadhatunk vagy kivonhatunk úgy, hogy a törteket előtte közös nevezőre hozzuk, és ezután végezzük el a műveleteket. 2/3 meg 3/4, 3-nak és a 4-nek a legkisebb közös többszöröse a 12, ezt célszerű közös nevezőnek választani. 12-ben a 3 megvan 4-szer, 4-szer 2 az 8. 12-ben a 4 megvan 3-szor, 3-szor 3 az 9. Tehát 8-12-ed meg 9-12-ed, ilyen nevező 12 lesz, 8 meg 9 az 17. Mivel ez több mint egy egész, ezért vegyes szám alakba is átírható, 17-ben a 12 megvan 1-szer, és maradt még 5, 12-ed. 4 5-öd meg 1 6-od, az 5-nek és a 6-nak legkisebb közös többszöröse. A 30, ezt célszerű közös nevezőnek választani. 30-ban az 5 megvan 6-szor, 6-szor 4 az 24. 30-ban a 6 megvan 5-ször, 5-ször 1 az 5. 24 meg 5 az 29. 29 30-ad lesz az összeg. 7 2-edből 5 6-od, 2-nek és a 6-nak a legkisebb közös többszöröse, amit célszerű közös nevezőnek választani a 6. 6-ban a 2 megvan 3-szor, 3-szor 7 az 21. 6-ban a 6 megvan 1-szer, 1-szer 5 az 5. 21-ből 5 az 16, tehát 16 6-od. Ez a tört tovább egyszerűsíthető 2-vel. 16-ban a 2 megvan 8-szor, 6-ban a 2 megvan 3-szor, mivel nagyobb, mint egy egész vegyes szám alakba is írható. 8-ban a 3 megvan 2-szer, és maradt még 2 harmad. 1 harmad meg 3 negyedből 2 5-öd. 3-nak a 4-nek és az 5-nek legkisebb közös többszöröse a 60, ezt célszerű közös nevezőnek választani. 60-ban a 3 megvan 20-szor, 20-szor 1 az 20. 60-ban a 4 megvan 15-szor, 15-szor 3, 45. 60-ban az 5 megvan 12-szer, 12-szer 2 az 24. 20 meg 45 az 65. 24 az 41, tehát az eredményünk 41-60-ad.